Szírma Besenyőben október 19-én délután a helyi általános iskola torna termében emlékeztek meg az 1956-os forradalom és szabadságharc mártírt halált halt áldozatairól. A himnusz elhangzása után Huszti Gábor a település polgármestere lépett a mikrofonhoz, aki beszédében kiemelte, nagy örömmel tölti el az, hogy a település legfiatalabb és legidősebb lakói is együtt emlékezhetnek meg a 62 esztendővel ezelőtti szomorú eseményekről. A polgármester szólt arról, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc eszméi nemesek és tiszták voltak, hiszen azért vállalták a fiatalok akár a halál is, hogy megszabadítsák a nemzetet az elnyomó szovjet hatalomtól. Huszti Gábor Márai Sándor egyik versét idézte. Olyan világ jön, amikor mindenki gyanús, aki szép, és aki tehetséges, és akinek jelleme van. A szónok hozzátette, hogy a magyarok a legnemesebb ügyért, a haza szabadságáért és a nemzet függetlenségéért harcoltak. Csöbör Katalin országgyűlési képviselő beszédében kiemelte, hogy örömmel jön mindig szírma besenyőbe, hiszen a község jó úton halad és szépen fejlődik. Az 1956-os forradalom és szabadságharcban résztvevők tetteikkel bekerültek a világtörténelembe is. Ehhez hozzátette, hogy a magyaroknak elég volt a ruszki elnyomásból, 62 esztendővel ezelőtt lassan lehullottak a kommunizmus bástyái. Elhangzott az is, hogy a szovjetek el akarták törölni kultúránkat, hagyományainkat és identitásunkat, azonban a hazafiak ezt már nem tűrték tovább is fellázadtak a diktatúrikus rezsim ellen. Csöbör Katalin párhuzamot vont az 56-os események és napjaink történései között, majd elmondta, hogy a mai magyaroknak is össze kell fogniuk a globalizáció és az erőszakos hatalom ellen. A Színyei Mersepál Általános Iskola 8. osztályos tanulói színvonalas műsorral készültek az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulójára. A műsor utána megemlékezők fákjával a kezükben vonultak a hősök kertjébe, ahol a helyi népdal szívhez szóló dallamokkal készült az esemény résztvevőinek. Sírva kér szemünk, írgalmaz minekünk. Emelt fel magadhoz, nemzetünk. Ezután Csöbör Katalin országgyűlési képviselő és Huszti Gábor szírma besenyő polgármestere, majd a településen működő intézmények helyezték el koszorúikat az emlékhelynél.